A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Kedves nézőink, ma két boros anyaggal várom Önöket. Idén a Magyar Király Hotel adott otthont a nagyfehérvári bormustrának, az országos találkozón ez évben 34 borászat képviseltette magát. Idén már hetedszer rendezte meg Fáncsi Viktória és csapata a nagyfehérvári bormustrát. A Hotel Magyar Királyban ebben az évben 17 borvidék, 33 borászata, közte 11 Fejér megyei mutatta be nemes nedűit a székesfehérvári borbarát közönségnek. Az országos találkozón hazánk legkiválóbb pincészeteinek, borászatainak termékeit kóstolhatták meg a vendégek. A találkozóra a szervezők hagyományőrző szándékkal invitálták meg a mai magyar borokat előtérbe helyező, a hazai borkultúrát ápoló ínyenceket. Szerencsére nagyon könnyű dolgom van, hiszen van már olyan borászat, aki már szeptemberben rám telefonál, hogy na mi van, nem lesz nagyfehérvári bormustra, úgyhogy nagyon szeretnek idejönni, hála Istennek a borászatok. Úgyhogy ha én nem emlékeznék rá, akkor figyelmeztetnek, hogy most már itt az ideje elkezdeni. Az idén egy kicsit nehezebb volt ezt leszervezni, nem a borászatok miatt, vagy esetleg az ő hozzáállásuk miatt, hanem ugye vannak különböző intézmények, amik bezártak, és ugye új helyet kellett keresnünk, ahogy ugye itt a kedves nézők is látják, ugye nem a Szent István Művelődési Házban vagyunk, és hát ez az új hely keresése azért egy kicsit így stresszesebbé tette a szervezést. Milyen elvek mentén invitáltad meg a borászatokat az idén? Hát az elv az maradt ugyanaz, úgyhogy hűek vagyunk az elveinkhez. A fehérvári borszerető közönségnek szeretnénk megmutatni minél több borászatot. Most jelen pillanatban 17 borvidék, 33 borásza található itt meg nálunk, úgyhogy tényleg nagyon nívós és nagyon sok helyről jöttek a borászatok. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ezt most tényleg mindenki megtalálja a vendégek közül is azt, amit szeretne. A másik nagyon fontos dolog, hogy szeretnénk megszólítani a fehérvári gasztrót, mert azért azt látjuk, hogy a fehérvári éttermekben azért a borkínálat egy kicsit, hát hogy is mondjam, egysíkú. És emellett azt gondolom, hogy nem lenne baj, hogyha többféle bort tartanának. Mondjuk, és ragaszkodnánk egy kicsit ahhoz az elvhez, amit az országban már sok helyen követnek, hogy mondjuk régiós borokat tartsanak Székesfehérváron a gasztronómiában. Reméljük, hogy ezt ezzel a rendezvényhez sikerül elősegíteni. Ennek tükrében hadd kérdezzem meg, hogy szakemberként hogy látod, hol tart ma a magyar borászat? Én azt gondolom, hogy a magyar borászat fejlődik. Hát sajnos ennek az ágazatnak sem tett jót az elmúlt két év, ugye a Covid hatásait a mai napig érezzük, de azt gondolom, hogy napról napra fejlődik. Most itt a borbostán is lesz mesterkurzus természetes borokról, illetve magyar szőlőfajtákról, és azt is látom, hogy most már egyre többen fordulnak a nagy borászatok közül is a természetes borkészítés felé, úgyhogy változik és fejlődik szerintem. Ez nagyon jó hír, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy azok a borászatok, amelyek itt esztendőről esztendőre megjelennek, mit tapasztalnak, hogy általában a külföldhöz képest hol tartunk ma? Tehát gondolok itt elsősorban a vásárlóközönségre, a másik oldalról pedig nagyon fontos, hogy kikerülnek-e azok a borok a legjobb boraink külföldre, ahogy eddig. Az igazság, hogy ez egy nagyon, hogy is mondjam, egy darásfészek téma, tehát erről szerintem készíthetnénk külön egy műsort. Az, hogy mennyire kerülnek ki a magyar borok külföldre, ez nem mindig csak rajtunk múlik. Én azt gondolom, hogy a boraink nagy része elfogy itthon. Leginkább ugye hát viszonylag kis ország vagyunk, ettől függetlenül nagyon jól fogyasztunk borokat, és a megtermelt borok nagy része elfogy itthon. Szerintem a legjobb borok kijutnak külföldre, viszont a probléma itt abban gyökerezik, hogy viszonylag kicsik a borvidékeink, kicsik a mennyiségeink, úgyhogy szerintem a jó stratégia, ha mondhatok ilyet szerintelenül, a gasztronómia, külföldön is a gasztronómia megcélzása lenne, és azt gondolom, hogy erre már azért tesznek lépéseket a borászatok is, illetve a külföldi kereskedők is. Kimondhatjuk, hogy ez az igazi ünnep, egy ilyen találkozó?
Igen, azt gondolom, hogy mondhatjuk, és a nagyszámú érdeklődés is azt mutatja, hogy talán tényleg Fehérvárnak is egy ünnep az, hogy eljöhet és jó borokat kóstolhat. A Móri Brigád története csupán 2013-ig nyúlik vissza, amikor is pár lelkes fiatal elkészítette első saját bórát Móron. Később szőlőt telepítettek a számukra legkedvesebb dűrőkben, jelenleg 3,5 hektár területen gazdálkodnak, ahol minden munkafolyamatot saját kezüleg látnak el. Hisznek abban, hogy a magas minőség záloga, a gazda és szőlője szimbiózisa. Nagy kihívást jelentett az előző év, mind szőlészeti, mind borászati szempontból. Nyilván próbáljuk mi is a legjobbat kihozni ebből, de bizakodóak vagyunk abszolút. Milyen volt a termés, és milyen lett az idei nedű? Nyilván a termés az kevesebb lett, mint tavaly, szőlő szempontjából. Nyilván ezt a borászatban próbáljuk korrigálni. A Gessler pincészet borait sváb szorgalommal, nagy gondossággal és szeretettel készítik negyedik generáció óta a borszerető embereknek Móri megyei országos nemzetközi sikerekkel. Jelenleg egyre növekvő palackszámmal dolgoznak, köszönhetően az egyre bővülő fogyasztó táboruknak és a sok pozitív visszajelzésnek. Összességében el kell mondani, nagyon kihívásokkal teli év volt. Nyáron nagyon izgultunk, hogy milyen lesz ez a nagy meleg. Nagyon munkás volt, azt kell mondanom, a születés, és a születet követően a pince munkálatok is sokkal több energiát igényeltek. Viszont így, hogy a borok már nagyjából készen vannak, azt kell mondanunk, hogy összességében jó évet zártunk. A mennyiség talán kevesebb, de a minőség rovására nem ment annyira. Pázmándon a Nagy Gábor családi szőlőbirtokon jelenleg 8,5 hektáron gazdálkodnak, vörös, fehér és rozé borokat készítenek. Az időjárás, hát nem is mondanám hektikusnak, inkább egy permanens aszály volt az egész nyár tulajdonképpen, ami eléggé megviselte a fajt szőlőket, különböző fajtákat különböző mértékben, de igazából elmondhatjuk, hogy a mennyiséget tekintve egy jó közepes, vagy talán annál kicsit alacsonyabb terméshozam volt, minőségben egy átlagos közepesnél egy kicsit jobb minőséget tudtunk születelni. Küllő Zsolt pincészetében a Velencei tóra néző birtokán a déli lejtőkön teremnek a nemes nedűk. Az egykori tűzoltó családjában eddig is éltek szőlőművelés és a borászat tradíciói. Ma már családi pincészetként kínálják boraikat. Tavaly ugye ez a nehéz évünk volt. Hát az évet azt jól zártuk. Boraink hál' Istennek elkészültek, palacba kerültek. Most palackoztunk nem régen. A minőséget ítélve szerintünk jó minőség volt. Ugye az aszály egy kicsit beütött a zöldetvényekhez, de azon kívül semmi probléma nem volt. A Bella pincészet 1989 óta működő családi vállalkozás. A Villány Siklós borút minősített tagja 15 hektáron termel eredetvédett prémium minőségű vörös és rozéborokat. Köztük megtalálhatóak a legjellemzőbb villányi és bordói fajták is. Sideropoulos Jorgos a magyar bor iránti szeretetével és a több évtizedes borász tapasztalatára alapozva alkotja meg minőségi borait minden évben. Nagyon nehéz év áll mögöttünk. Igazából személyesen örülök, hogy elmúlt és vége van. Próbáltuk a nehéz évjárat az időjárás viszontagságai után elkészült szőlőből és újborból kihozni a maximumot. Nem kis technológiai és szakmai felkészültséget igényelt szerintem ez az évjárat. Szépen szerepeltek az újboraink a magyarországi újborversenyen. Az írsai olivérünk, olasz rizlingünk aranyérmes lett. Az olasz rizlingünk lett Magyarország legjobb újbora, a top 3 helyezést ért el. A rozénk az egy ezüstöt kapott, és nagyon örülünk neki. A Csordás nagy pincészet múltja visszanyúlik a Csordás család vitéz őseinek szőlős kertjeihez. Az első pincéjük Pázmándon épült, 1994 óta pedig Pákozdon a Velencei hegység lábánál az ehhez tartozó több mint 3 hektáron művelik szőlőik egy részét, és fél hektár új telepítésük is itt található. Annyiból volt furcsa nálunk, ugye, hogy szárazra sikerült az év vége szület előtt, hogy a szőlők jól értek, de viszont a lémennyiség, ami nálunk egy kicsit alább maradt. Úgy az átlagos kilónkénti 7 decit nem adta némelyik fajtánk. Milyen volt a minőség? A minőség azt mondom, hogy kiváló. Főleg a rajnai Riesling. Igaz, ő adta a legkevesebb lémennyiséget,
de viszont a minőség az szerintem nagyon jól sikerült. A csóborpincészet jelenleg 34 hektáron gazdálkodik, szőlőik a Velencei tó körül Agárdon, Gárdonyban, Pákozon és Nadapon találhatóak. Az elmúlt időszakban elért eredményeik megerősíthetik a borászat tulajdonosait, hogy a Velencei tó környékén termelt szőlőkből készült borok népszerűek, és felveszik a versenyt más borvidékek boraival is. Nagyon-nagyon érdekes év volt, mert elég nehéz volt a borászoknak, szőlészeknek ez a 22-es évjárat. Mi próbáltuk azért mindent beleadni, minden jó tudásunkat, hogy megfelelő borokat készítsünk, és azért az időjáráshoz visszatekintve ugye a nagy szárazság miatt azért egész jól sikerültek a boraink, szép illatok vannak, azért savak is megvannak, szerencsére nem égtek el annyira, tehát a szüret időpontját próbáltuk úgy meghatározni, hogy tényleg jó zamatos, megfelelő savú borokat tudjunk készíteni. A pázmándi aprókertek tulajdonosai két srác, akik azt mondták, megérkeztek az élet más területéről, az ország más pontjáról, ugyanakkor ugyanoda a Velencei tó mellé Pázmándra, a szőlőhegyre szőlőt gondozni, bort készíteni, az életet csodálni. És most már itt is maradnak, mert megérkeztek. És sokat tanultunk az évből, kaptunk meleget is, meg még meleget is, meg még asszályt is. A végére egy kis esőt, úgyhogy összességében pozitív csalódás volt a év vége, ahhoz képest, hogy milyen nehézségek küzdöttünk. A borok a pincében nagyon ígéretesek és szépnek tűnnek. Úgyhogy elégedettek vagyunk egyenlőre. Az ötletgazda Fáncsi Viktória álmatát ismét valóra vált. Szombatesti kikapcsolódásul nagyon sokan választották a Magyar Király Hotel dísztermét, hiszen, mint Hanvas Béla is írta egykoron, minden bor társ, de igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák. 20. alkalommal rendezte meg zászlósbor díját adó gáláját a Nóéhegyi Szent István borlovagrend. Kiderült, hogy Székesfehérvár 2023. évi zászlósbora a csóbor pincészet habzóbora lesz. A Hotel Magyar Királyban a vendégborrendek felvonulásával kezdődött meg a Nóéhegyi Szent István borlovagrend 20. zászlósbor díját adó gálája és borlovagbálja. A találkozón Róth Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Néhány évvel ezelőtt nagyon nem képzeltük el a 20-as évek első harmadát, mint amit keresztül mentünk, és amit most is folyamatban vannak. Ennek ellenére itt vagyunk ismét, itt itt lehetünk ismét, hogy Fehérvár hagyományosan legjobb várján a borrendi vágon legyünk, és legyünk együtt. Akár is történik, hogy a vulkánkitörés után a vulkáni hamokból a mélyen gyökerező szőlőnek veszője előbújik, és néhány év alatt nagyon jó terjedést hoz, ugyanúgy azonnal minden hagyományt tovább kell vinnünk. Legyen jövője borrendnek, legyen jövője a szőlészeknek, a borászatnak, és a kultúrált borfogyasztásnak, a minőségi boroknak. Borvállalatnak biztos, hogy van jövője, hiszen ma délután önmal találkoztam, hogy még soha jelenlévő közül valaki a Instastory-n osztotta meg, hogy készül a borrendi vágon. Azt hiszem, hogy ez a jövő, tehát jövőnek valamiféle biztosítékát is láthattuk. Kívánok a mástér nagyon jó szórakozást és nagyon jó időjárást a szülő megfelelő kérdeléséhez és kiváló borkészítéséhez egészségét. A hagyományokhoz hűen a gálát megtisztelte jelenlétével Kocor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke is, aki szakmai szempontból értékelte az elmúlt esztendő történéseit. Az az igazság, hogy a kihívásokkal tele volt az az elmúlt év. Először is nagy volt a szárazság, utána nagyon nagy volt a meleg, sok volt a napsütéses órák száma, aztán változó területi megoszlása, ősszel hirtelen jöttek a nagy esők. Úgyhogy a szakma az most úgymond megmutathatja, hogy mit tud, de én azt hiszem, hogy a magyar borászok most is úgy, mint mindig a helyükön vannak, és jó borokat fogunk inni 2023 tavaszán, nyarán, és talán még ősszel is. Hol tartanak a borlovagrendek, hiszen kulcs szerepük van abban, hogy a kulturális borfogyasztást népszerűsítsék? Ez nem új szerep.
mert mikor megalakultak a borrendek, akkor úgy kezdődött a borrend megalakulásának célja, a hagyományok megőrzése, borászati hagyományok teremtése, a kulturált borfogyasztás és a turizmus támogatása. Ez a megalakulásunk pillanatában. Csak ma ez egy pár szommelié meg hozzá hasonló pozícióban lévő emberek feltaláltak, hogy most csatlakozunk a idegenforgalom. Nem, ezelőtt édestúval lassan 40 éve csatlakoztunk. Itt Fejér megyében azt tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal csatlakozik a borászokhoz, tehát egy új nemzedék van alakulóban. Ezt miként értékelni? Hát, hogyha ez így van, akkor ennek én nagyon-nagyon tudok örülni, mert igaz, hogy a borászati szakmában, ugye most gyakorlatilag most érkeztünk egy ilyen generációváltáshoz, illetve hát ez folyamatban van most már egy jó pár éve. Hát a kulturált borfogyasztásnál bízunk benne, hogy a fiatalok rájönnek, hogy talán sokkal egészségesebb, talán sokkal jobb őnékik is, meg talán sokkal jobb a magyar gazdaságnak is, a magyar borokat isznak, és nem külföldi söröket, nem külföldi borokat. Én bízom benne, hogy megtaláljuk azokat a hangnemeket a fiatalok, és a fiatalok megtalálják velünk azokat a kapcsolódási pontokat, hogy tényleg kulturált borfogyasztásra, a magyar borfogyasztás ismét eléri a 30-32 liter, vagy uram, bocsán, még ennél is magasabb szintet, hiszen tudjuk, hogy most az utóbbi időben azért ez lényegesen leesett. Hát bízzunk benne, mert az ember nem bízik a fiatalságba, akkor miért dolgozott? A fenntartható fejlődés záloga mindenképpen a támogatási rendszer alakulása is. Miként vélekednek az agrártárca támogatási rendszeréről ennek tükrében? Hát az agrártámogatási rendszerről, amelyekre ígéretet kapott az agrárágazat, ígéretet kapott a szőlőborágazat, ezek mind nagyon szépek, csak hát a megvalósulásnak az időpontja azért az úgy néz ki, hogy az év második felére tud megvalósulni, hát bízunk benne, hogy tovább tudunk fejlődni. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a szőlőkultúránkat megalkossuk. Amikor én a szakmát elkezdtem, hát azért már volt egy pár évtizede, akkor 160 ezer hektár szőlőről beszéltünk. Ma termőszőlőben nem vagyok róla meggyőződve, hogy 40 ezer hektárnál több szőlő van. 1977-ben 7,2 millió hektoliter bort zokszó nélkül tudtunk értékesíteni. Ma nyüglődünk itt a 2-3 millió hektoliterrel. Hát van mit tennünk a szakmába. A vendéglátó Nóé-hegyiek elnök nagymestere örömének adott hangot, hogy idén újra vendégül láthatják a társborrendeket, és közösen köszönhetik a nemes nedű ünnepét. Ez a borbál az egyik legrangosabb esemény, legalábbis ezt hallottuk a városban, hiszen ez a egyik fontos jelképünknek, az ászlósborunknak a díját adója. Ugye az ászlósbor az, ami a borrendünket képviseli egész évben, mind a saját rendezvényeinken, mind a vendégborrendeknél, sőt, jó pár éve már a városbora is az ászlósborunk, és ezért egy nagyon szigorú választás előzi meg a választás. Nagyon szigorú feltételek vannak, csak fehér bor lehet, és saját bortermelőtől. Viszont az idén egy kis fejtörést okozott a nagy tanácsnak, hogy mi legyen, mert ez egy nem szabványos fehérbor, hanem egy gyöngyöző bor, ami a picit a pezsgőhöz hasonlít, hiszen széndioxidot tartalmaz, és emiatt gondolkodtunk, hogy vajon ez lehet-e zászlós bor? Hát fehérbornak fehérbor, de hogy ez még nem volt. És arra gondoltunk, hogy az idén Petőfi évet ünnepeljük, Petőfi lesz a címkén, és Petőfi életútja, ez a pezsgő, fiatalos, forradalmi elkületű életút, ez pontosan illik ehhez a borhoz, amelyik pezseg és friss, üde. Azt gondolom, hogy Petőfi Sándor is büszke lenne, hogy egy ilyen bor képviseli a 200 éves jubileumát. A termelője, Csóbor Linda, valószínűleg gondolkodhatott azon, hogy a költészet az mennyire illik ehhez a borhoz. A fantázia neve a bornak Bóbita. Tudta már akkor szerintem, hogy Sándor bora lesz. Igaz, nem vörös, hanem Petőfi Sándor élet. Ha már a fiatalokról beszélünk, nagyon-nagyon fontos, hogy miként halad a Nóé-hegyi Szent István borlovagrend meghívása a fiatalok felé, hiszen ez egy fontos szándék volt, hogy egy új generáció érkezzék.
Az igazság az, hogy ez a fajta bál a fiataloknak egy részét tudja megszólítani. Egyrészt azért a bálnak a színvonala is, és egyéb körülményei is olyanok, amelyek miatt inkább a már komolyabb borászok és vállalkozók jönnek erre a bálra. A fiatalok egy része engedte meg magának, hogy eljöjjön, vagy úgy érezte, hogy szán rá időt, de a borrend többi programjában nagyon szívesen becsatlakoznak, úgyhogy idén is azt hiszem két fiatal borászt fogunk avatni. Itt az imént már Kocsor Kálmánnal arról beszélgettünk, hogy milyen esztendőt zártak a borászok, a borlovagrendek, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a koronavírus járványt követően beköszöntött egyik oldalról a gazdasági válság, másik oldalról pedig az évszázados asszály, és ez az az időjárás, ami semmiképpen nem kedvezett. Ennek tükrében itt a Fejér megyei, fehérvári borászok milyen évet zártak? Hát ez borászattól függ. Vannak olyan borászok, akiknek az az évjárat kifejezetten jó volt. Mennyiségben mindenki úgy érzi, hogy kevesebb termet, mint a normális években, hiszen kevés volt a csapadék, a héjak megvastagodtak, kevés volt a lé. Emiatt a boroknak a mennyisége az nem éri el a korábbi szinteket, viszont a minőség az nem hagy kívánni valót maga után. Emiatt a piaca is jó lesz a boroknak. Azt szokták mondani, hogy a borászok, ha ügyesen csinálják, akkor ők nem zárnak rossz évet. A szőlészek, akik csak szőlőt termelnek és úgy adják el, az ő számukra nem volt annyira jó pont a mennyiség miatt. A gálán a Borrendek Szövetsége Nemzetközi Bizottságának elnöke, Hart Mónika is kifejezte meggyőződését, hogy a szőlőhegyek és a pincék gazdái jó úton járnak. A gazdálkodást megnehezítette határon innen és határon túl a Nagy-Magyarország területén, és ténylegesen a Covid vírus és a bezártság nagyon nagy szükségletet teremtett abba, hogy találkozzunk, és a nemzetközi kapcsolatainkkal, ami a történelmi Magyarországra vonatkozik elsősorban, nagyon sokszor találkozunk a határon túli partnereinkkel, vagy ők jönnek a mi rendezvényeinkre, vagy mi látogatjuk az ő rendezvényeinket. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb küldetése, hiszen közösen a magyar bor minőségét, a nagy magyarországi magyar bor minőségét és a kulturált borfogyasztást támogatjuk. Nagyon fontos, amit mondott, hiszen én azt gondolom, hogy a Kárpát-medencében a magyar bor mindig is híres volt arról, hogy a különböző tájegységeken nemes nedűk teremhettek. Hol tartunk ebben az esetben ma? Én azt gondolom, hogy a közös marketing, mind az országos, mind amit a Magyarországi Borrendek Szövetsége marketingbe hozzá tud tenni, ezzel segíti azokat a térségeket, amelyek esetleg nem kapnak olyan nagy támogatást határon innen és határon túl is. Ugye nagyon sok olyan borászunk van, aki kis szortimenttel foglalkozik, viszont minőségi, nagyon unikális termékeket, borokat hoznak létre, és a mai borturista bizony már nem a tömegterméket, hanem ezeket az inciklandó finomságokat keresi. Tóth Istvánné, aki a felügyelő bizottságban játszik tevékeny szerepet, kiemelte, a szőlősgazdák a nehéz gazdasági helyzetben is hozták a maximumot. Elég nehéz esztendőt zárt a borászat is, aszály miatt, légköri aszály, hasonló, de azért mi bízunk abban, hogy borászaink szakértelme és tulajdonképpen a megtermelt áru, abból nagyon jó minőségű borok kerülnek most elő a pincékből. Igen, hát itt néhány borásszal már beszéltem, azt mondták, hogy az időjárás nem nagyon változtatta meg. Ugyanakkor a borrendek, arról kell, hogy beszéljünk, nagyon sokat tehetnek azért, hogy a kultúrát borfogyasztás elérje azt a szintet, ami én azt gondolom, hogy jó lenne mindannyiunknak. Igen, mi azon dolgozunk, hogy tulajdonképpen Magyarország bortelmelését híreszteljük, és a kultúrát borfogyasztást minél több magyar ember számára terjesszük, mert sörben is nagyon jók vagyunk, de én úgy gondolom, hogy a magyar bortelmelés szüksége van arra, hogy a jó reklám és a jó bor fogyasztás az mindig előnyben legyen, nem beszélve arról, hogy az orvostudomány az utóbbi időkben mindig azt mondja, hogy mennyire szükséges az ember egészségre a jól készített borok fogyasztása naponta. Csóbor Balázs a vendéglátó borrend főborásza, a tradicionális szőlőművelés nehézségei mellett is bizakodó, hogy továbbra is kitűnő borok kerülhetnek a hordókba. Szőlészeti szempontból mindenféleképpen könnyű évünk volt, hiszen nem támadta semmilyen betegség sem a szőlőt. Ellenben a borászoknak vagy a borászatban fel lett adva a lecke, hiszen a borok nehezen erjedtek, nehezen tisztultak, de végül is kiváló borokat készítettünk.
Annál is inkább, hiszen most ünnepelünk is ezen a borbálon, és ráadásul egy különleges nemes nedű nyerte el, a Csógorpincészet nemes nedűje, ezzel az újfajta borral az évbora címet, zászlós bor címet, azt hiszem ez megerősítést jelent. Hát ilyen még nem volt, hogy egy habzóborral nyerhette el akárki is a megtisztelő címet, azonban meg kell említenem, hogy ez nem 2022-es, hanem 21-es ez a habzóbor. Honnét jött a gondolat, hogy ezt beterjesszétek, hiszen ahogy mondtad, ez az első ilyen alkalom? Kisfiamról van elnevezve, Bóbita fantázia névvel fut, és Linda nagyon szerette volna, hogyha ez megnyerje a zászlósbor versenyt, hát összejött. Az ünnepen napvilágot látott, hogy 2023-ban a Királyi Város zászlósbora ebben az esztendőben egy különlegesség, a Csóborpincészet habzóbora lesz. Ez egy 2021-es évjáratú gyöngyöző bor, amivel nyertünk. Igazából nagyon-nagyon örülünk, hogy tényleg sokat szóra mi visztük el a zászlós bor címet. És ez a gyöngyöző bor, ez manapság nagyon-nagyon népszerű szerintem. Nagyon kedvelik nem csak az idősebbek, a fiataloknak is, ugye egy ilyen kedvelt bora lett a gyöngyöző bor, főleg ugye nyáron nagyon szeretik, mert nem is egy pezsgőről van szó, ugyanúgy ugye buborékos, mint egy pezsgő, de mégis ez egy kicsit ilyen könnyedebb, tényleg nagyon friss, ez egy frissítő bor, mondhatnám ugye ezt is, ez a gyöngyöző bor, és mindenképpen szerettük volna a palettánkat bővíteni, úgyhogy kitaláltam, hogy legyen egy ilyen félszáraz gyöngyözőborunk, és Bóbitának neveztük el. Ráadásul Petőfi emlékév van, én azt gondolom, hogy erre a borra még Sándor is csettintene, de ha eltekintünk ettől, milyen esztendőt zártatok? Ez a 2022-es évjárat, ez kicsit nehézkes volt nekünk. Ugye eléggé száraz időszak volt, és nem úgy voltak a bogyók, tehát nem voltak megtelve nedűvel ugye a bogyók, de próbáltuk minél jobban ugye elkészíteni a borokat, és szerencsére azért ezt a jó kis üdességüket, frissességüket ugye alátámasztatta, hogy jó savak voltak, úgyhogy azért ezek a reduktív borokat, amiket készítettem, úgy tűnik, hogy jók lesznek. Igari Fruzsina borkirálynőként sokat tesz azért, hogy a Nóihegyi borlovagrend borait méltó módon képviselje. Igyekszem mindig ráhangolódni az ilyen eseményekre. Leginkább próbálok rápihenni, rákészülni lélekben, illetve felkészülni a borkóstolásra, ugyanis szoktam nézni a borokat is, hogy egy ilyen eseményen milyeneket vonultatnak fel a borászok. A borkirálynő szemével milyen volt ez az esztendő, hiszen a Nóihegyi Szent István borlovagrend is az elmúlt éveket a különböző okok miatt azért megszenvedte, hiszen nyilván a szélsőséges időjárás mellett a gazdasági recesszió, sőt előtte a koronavírus járvány is megviselte minden embert, így nem voltak kivételek a borászok sem. Így van, elég zűrös éveket tudhatunk magunk mögött. Ez volt nekem az első évem, most zártam új regnáló borkirálynőként. Kezdek beleszokni a helyzetbe, a feladatokba. Nem mondom, hogy egyszerű, de szerintem nagyon könnyen túl lehet lendülni rajta. Megerősítést jelent, hogy a tanulmányai mellett borkirálynőként is képviselheti Székesfehérvárt, illetve ezt a borlovagrendet? Abszolút igen, egy megtiszteltetésnek érzem ezt a pozíciót. A gálán napvilágot látott, hogy idén különleges évfordulót ünnepel a Szent István Király Múzeum, hiszen az intézmény gyökerei a Fejérvár megyei és Székesfehérvári Történelmi és Régészeti Egylet 1873-as alapításáig nyúlik vissza. A jeles alkalomra emlékezve a Nóihegyi Szent István borlovagrend kísérőbora a Szent István Király Múzeum nevét viseli. A hangulatos rendezvényen ismét megerősítették, jó úton járnak a hazai bortermelők, és ebben nagy szerepe van a borrendek szakmai munkájának is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra! A
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.